Március 7-én hétfő este, jó estét kívánok! Önök a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk ma este is! Felavatták a megújult harmóniumot a lábatlani református templomban. Márciusban is folytatódik az oltási akcióhét. Platán és nyírfákkal gazdagodik a Gál István lakótelep. Megtisztították a közterületeket Szomódon. Speciális iskolai játszótérre gyűjtenek Bajon. Több mint 200 hangszer újult meg a közelmúltban az Emberi Erőforrások Minisztériumának orgona felújítási programja segítségével. Megyénkben legutóbb Lábatlanon a református templom éke született újjá, a gyülekezet tagjai ünnepi istentiszteleten avatták fel a helyreállított hangszert. Magyarország kormánya támogatja a vallásos könnyűzene alkotói kiterjedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását, valamint társadalmi kiterjedését elősegítő rendszerek kialakítását és fenntartását. A 3 évvel ezelőtt indult pályázatra több mint 600 millió forintot áldozott a kormány. Ezúttal a lábatlani református templom orgonája újulhatott meg, amelyet már a Szent Mise után meg is szólaltattak. Ünnepelni jöttünk Lábatlanba, hiszen annak a több mint 200 kistelepülési templomi orgona felújításnak a sorába állt be a református templom Lábatlanba, amelynek kapcsán a tiszta hangot próbáljuk Magyarországon ismét a helyére tenni. Az úgy kezdődött, hogy több mint 10 évvel ezelőtt, vagy közel 10 évvel ezelőtt először hangszereket adtunk a gyerekek kezébe. 3 milliárd forintért lecseréltük a zeneiskolákban lévő összes hangszert. Aztán hangszert adtunk a templomok környékén lévő fiatalok, gitárosok, fuvolásoknak a kezébe, és aztán jött a hangszerek királynője, az orgona. Oly sok településünk volt, ahol elporosodott, kicsit hamiskásan szólt, nem volt felújítva az orgona, vagy annak a kis testvére a harmónium. És ebben a változó világunkban szimbolikusan is, meg valóságban is szükségünk van az állandóságra, a tiszta hangra, melyet számomra az orgona a templom képvisel. A program célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, széleskörű társadalmi megismertetése, a vallási közösségek megerősítése és megújítása. A fiataloknak nagyon fontos dolog az, hogy élőben is meghallják ezeket a hangszereket, hiszen mikor valaki egy ilyen zenei művet felvételről hall, nem biztos, hogy az átjön az a hangzás, mint mikor élőben egy ilyen megtörténik. Itt a templomban valóban én is most meglepve látom, hogy ilyen sok fiatal van, és ez másra nem jó, csak arra hirtelen, hogy viszik a híreket, viszik a többieknek, hogy milyen szép zeneművet hallottak itt. Ez a két ifjú művész, aki itt volt a Zeneakadémiáról, én azt gondolom, hogy egy csodát varázsolt ide. Néhány kivétellel megszűntek a járványügyi korlátozások, így a zárt térben való maszkviselés és a szolgáltatások, rendezvények esetében sem kötelező már a védettségi igazolvány. A kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is felvehető a vakcina, és a már megszokott oltási akciók is folytatódnak. Bár az 5. hullám leszálló ágban van, de a szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a járvány még korán sem tűnt el. Oltás felvételére továbbra is van lehetőség a házi orvosi rendelőkben és a kijelölt oltópontokon. Bármelyik oltó anyagot lehet kérni, és regisztráció nélkül is lehet jönni. Szeretettel várjuk mindenkit, és kérem, hogy minél többen jöjjenek. Ha mindenki megnézi a híreket, akkor látni fogja, vagy tessenek utána nézni, hogy most Hongkongban mi újság. Ott nagyon kevesen beoltották magukat, főleg az öregek, idősek, és ez most nagyon nagy baj van ott. De hála Istennek, mivel itt nagyon sokan beoltották magukat, itt nem volt semmi ilyenféle bajuk, de ez nagyon nagy problémát okozhat még továbbra is. Még továbbra is kell használni, ez nem változott, csak a többi helyeken, a kórházon kívül, egészségügyi intézeten kívül lehet, de egészségügyi intézeten belül továbbra is maszk használata kötelező. Szombaton már a délelőtti órákban több mint 20-an vették fel az oltást a Szent Borbála kórház kijelölt oltópontján. A 4. oltásunkat kaptuk, hát a férjem elsősorban azért, mert az
első kettő Sputnik oltás volt, és Angliába gyerekeinkhez szeretnék eljutni, ha sikerül végre, és ahhoz viszont kell kettő Pfizer. Én nekem viszont a munkahelyem olyan, ahol sok emberrel találkozom, és fontos, hogy egészséges maradjak. 3 éve. Az unokámat is akkor láttam utoljára, az unokánkat és a fiunkat, a lányunk, hát szerencsére karácsonyra haza tudott jönni látogatni, de a fiunkat azt nagyon régen láttuk már. Az oltási akcióhét egész márciusban folytatódik. Fásítási egységcsomagot nyert egy tatabányai pályázata a MOL Új Európa Alapítvány felhívásán. A kezdeményezés a 10 000 fős lélekszám feletti önkormányzatok számára nyújt lehetőséget a klíma és zöld területvédelmi fejlesztésekre. 2022-ben országszerte 7 000 sorfa ültetésére kerül sor. Tatabánya is jelentkezett a MOL Új Európa Alapítvány mintaültetésére. Elsőként a Gál István lakótelep gazdagodott új fákkal. A fásítási egységcsomagban 20 darab platánt és nyírfát igényelt a megyeszékhely, amelyeket a Nyárfaliget parkban és a Gál István lakótelep házai által körbeölelt területen ültettek el. 10 000 fő alatti települések a település fásítást koordinálják a Országos Erdészeti Egyesületnek a helyi csoportjai országosan több száz helyszínen, ami pedig most itt az a program egyébként 24 000 sorfa elültetésére lehetett pályázni 2021 ősze és 2022 tavaszán. Mi is egyébként több mint 20 helyszínen koordináltuk, illetve még ezen a idén tavaszon pedig további 12 helyszín. Ezek Komárom, Esztergom megyei, Fejér megyei falvak, tehát a Vértes erdő ZRT és a Vértes helyi csoportnak a működési területén, ami pedig most van, ez az úgynevezett városfásítási program. Most először a megyeszékhelyek kaptak fafajokat. Itt például platánokat és nyírfákat fogunk mai napon ültetni, illetve hát a város és a MOL alapítványának a közreműködésével. A településfásítási program a 19 fafajra lehetett pályázni. Ugye itt szakmai szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen például csak mondjuk egy játszótérnél, ugye tudjuk, hogy a hárs az egy nagyon szép fa, de oda inkább nem javasoljuk, hiszen ott kisgyerekek vannak, és akkor ugye a méhek jönnek, tehát ott ilyen veszély van, vagy azt is meg kell nézni, hogy mekkora tervetű fa. Például a platánok azok parkba, akár mondjuk a tatán is mondjuk az angol kertbe, vagy itt a városi parkokba nagyon jól mutatnak, de hát azért nagy termetű fa, tehát annak van térigénye. Tehát számos sok szempontot figyelembe kell venni, és itt például a városkertészeteknek is nagy szerepe van. Ugye az erdészetnek tulajdonképpen egy rokon szakterülete, számos szempontot figyelembe kell venni, de ezt a kertész kollégák is ugyanígy tudják. A MOL Új Európa Alapítvány célul tűzi ki a környezetvédelem elősegítését, különösen klíma és zöld területvédelmi tevékenységek esetén. A fenntartható jövő érdekében kívánja támogatni azokat a településeket, amelyek lélekszáma 10 000 fő feletti, ezzel lehetővé téve zöldövezeteik minőségének javítását és bővülését a lakosság érdekében, valamint az éghajlatváltozás viszontagságaiból eredő hatások mérséklését. Hagyományos szemétszedő akcióját tartott a Szomót község március első hétvégéjén. Az évente kétszer tavasszal és ősszel megrendezett eseményen a település legforgalmasabb és legkedveltebb közterületeit tisztították meg a helyi önkéntesek. Cigarettacsik, papírzsebkendő és műanyag csomagoló papírok. Leggyakrabban ezekkel az eldobott hulladékokkal találkoztak a szomódi önkéntesek, akik a tavaszi szemétszedés alkalmával próbálták megtisztítani a települést az eldobott szeméttől. Hát évek óta elindult a kezdeményezés, tehát először civil kezdeményezés volt az önkormányzat, illetve az önkormányzat közeli embereknek a kezdeményezésére. Aztán, ahogy teltek az évek, csatlakoztak hozzá a lakosok is, tehát olyan tekintetben, hogy az ötlet feldobása, hogy akkor idei évben is csináljuk meg ezt a szemétszedést. Mostani év keretei között a top pályázat valamelyest támogatja ezt a kezdeményezést, tehát itt látható, hogy ki vannak helyezve te a keksz sütemény, esetleg egy kicsit ösztönzi az embereket arra, hogy csatlakozzanak. A helyiek nagyon aktívak a településen megrendezett egyéb környezetvédelmi programok alkalmával is, mint a faültetés, de a közösségformáló rendezvényeken is nagy számban vannak jelen, ilyen volt ez a mostani szemétszedő akció is. Van egy hosszú távú program sorozatunk, és ez a program sorozatnak az egyik állomása.
nem csak ez van, tehát faültetéstől kezdve környezetvédelmi programok, belső programok, időseknek program. Ezt a szedjük össze a szemetet, vagy szomódért tegyünk valamit, ez minden évben kétszer történik, tavasszal és ősszel van egy ilyen személygyűjtési akciónk. Az a probléma, hogy általában, mint több városban, több településen, péntek, szombat, vasárnap azért a ott lakók, vagy az ott átmenő lakók azért eldobálják a szemetet, tehát nem figyelnek oda. Ezeket mi megpróbáljuk összeszedni. Ez ilyen ad-hoc jellegű, tehát tudjuk, hogy nem sokat ér, tehát csak annyit ér, amit mi összeszedünk, de holnap-holnap után ismét ugyanolyan szemetes lesz sajnos, amíg az emberek ezt nem oldják meg, ez így fog működni. A másik oldala ennek a szemétszedésnek, hogy csapatépítő. Tehát fiatalok, idősebbek összejönnek. Most volt egy olyan család, aki nem ért rá most, hanem ők délután 2 órakor fognak elmenni, és megbeszéltük, hogy melyik az a terület, amely körbejárják, és megpróbálják összegyűjteni a szemetet. Közel 200 autista és halmozottan sérült gyermek ellátásáért felel a Tatai Diákotthon. Az intézmény azonban nem rendelkezik a speciális igényű fiatalok számára megfelelő játszótérrel, így az iskola pedagógusai és a helyi önkéntes csapat felhívására jótékonysági futásra várják az adományozni vágyókat Bajon. A Tatai Diákotthonban közel 200 autista vagy halmozottan sérült gyermek tanul. Az intézmény udvarában mégiscsak alig pár darab, 30 évnél is öregebb retrómászóka található. A játékelemek nem éppen vonzóak a gyermekek számára, a sajátos nevelési igényű gyermekek szempontjából pedig használhatatlanok. A megfelelő eszközpark kialakítása érdekében fogtak össze az új úti iskola dolgozói. Ezek a gyerekek sajátos nevelési igények benne van a nevükben is, vagy a meghatározásukban is. Egyrészt nem tudjuk kivinni a város játszótereire őket, mert olyan magatartásbeli problémák lehetnek, amit egy külső szemlélő egészen másképp ítél meg, neki az kellemetlen lehet, zavaró lehet, nem tudják kezelni. Ha itt helyben az udvaron lennének ilyen eszközeink, akkor nyilván ez a kérdés megoldódna, vagy ez a probléma. A másik pedig az, hogy nagyon jó mozgásfejlesztő játékokat van most már árajánlatunk is, és már egy kivitelezővel mi azért szoros kontaktban vagyunk, mert bízunk abba, hogy meg lesz az a játszótér. És itt olyan speciális játékeszközöket próbáltunk válogatni, ami az ő mozgásfejlődésüket elősegíti, és mindenféle téren fejlesztő. A kapott árajánlat április végéig érvényes, utána csak drágábban lehetne beszerezni az eszközöket. A jelenlegi kezdeményezéshez még 1 millió forintra lenne szükség, így jótékonysági futást szerveznek a helyi önkéntesek. Mivel van egy határidő április vége, ezért megkerestünk sportegyesületeket, és a következő eseményen, a Baji futóversenyen fogunk kiállni a szokásos triciklinkkel, és pénzadományt fogunk gyűjteni természetesen. Az egyesület pár tagja is futóként is részt vesz. Mit itt ki szeretnék emelni, hogy meg is szeretnénk köszönni valamilyen módon a támogatóinknak, ezért Tombola keretében, aki támogatja ezt a programot, vagy átutalással, vagy pedig ott a helyszínen. A támogató futóverseny március 12-én reggel 9-kor rajtol Bajon. Március 9-én szerdán lomtalanítást végeznek Tardoson. A község önkormányzata arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy az elszállítandó lomot a gyűjtés napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé, oly módon, hogy az gépjárművel megközelíthető legyen. A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad el. Bor és pogácsa versenyre invitálja az érdeklődőket a József Attila Művelődési Ház Tatabányán. A vendégeket és a versenyzőket március 12-én szombaton 15 órától hívja az Alsógallai Városrész hagyományos gasztromegmérettetésre. Hétfő esti híreink következnek még egyszer egy-egy mondatban. Felavatták a megújult harmóniumot a lábatlani református templomban. Márciusban is folytatódik az oltási akcióhét. Platán és nyírfákkal gazdagodik a Gál István lakótelep. Megtisztították a közterületeket Szomódon. Speciális iskolai játszótérre gyűjtenek Bajon.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a Tatai Körzeti Televízió híradója legközelebb, holnap este ugyanebben az időpontban várja önöket, viszontlátásra!